estét kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves kapitányasszony, jó Lajos úr, engedjétek meg, hogy benneteket külön is köszöntselek valamennyiünk nevében, hiszen az alapítvány elnökeként mindig is kezdeményezője voltál annak a kapcsolatnak, amely az önkormányzat, a kerületi vállalkozók és a rendőrség között immár hosszú évtizedek óta sikeresen működik. Kapitányasszony pedig szintén kiváló eredményeket ért és ér el ebben és a 23. kerületben, és hogyha Weimann Tóni barátom nem haragszik meg, akkor a 23. kerületi lakosok nevében és a Pest-Erzsébeti lakosok nevében ezúton is szeretném megköszönni kapitányság valamennyi dolgozójának azt a munkát, amit értünk, végeztek az elmúlt esztendőben. Az előbb úgy értesültem, hogy a szomszéd kerületek kapitányságának vezetői is talán körünkben vannak, őket is engedjétek meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsek. Szeretnélem elmondani valamennyi jelenlévő számára, hogy kapitányasszony megtartotta az éves beszámolóját, és ezt a beszámolót a képviselőtestületi ülése megtisztelte jelenlétével Budapest rendőrfőkapitánya, amit ezúton is szeretnék neki külön megköszönni, hiszen az elmúlt évek során ez egy kivételes alkalom volt, azt megelőzően hosszú-hosszú évtizedeken keresztül jöttek és részt vettek a kerület életében a budapesti rendőrfőkapitányság vezetői. Az elmúlt években is volt természetesen erre példa, de főkapitányi szinten ez most újra megismétlődött, ezt külön köszönjük. Mint ahogy szeretném azt is elmondani, hogy a fővárosi közgyűlésben is, és Pest-Erzsébet önkormányzatának képviselőtestületi ülésén is egyhangulag fogadták el az éves beszámolókat, amely az önök, a jelenlévők jó munkáját igazolja. Úgyhogy ennek örömére is van alkalmunk kocintani, és egy nagyon kellemes báli estét együtt tölteni. A két önkormányzat összefogásával, az alapítvány támogatásával, a kerületi vállalkozók segítségével jött ez az este létre. Engedjék meg, hogy újra csak köszönetet mondjak ezért, és remélhetőleg ezt a régi és most felelevenített hagyományunkat fogjuk tudni tartani az elkövetkezendő években is. Ha megengedik, akkor ezekkel a szavakkal még egyszer nagyon kellemes estét és jó szórakozást kívánok, és szeretném megnyitni a 2019. évi zsalubát. Azt hiszem, nem csak a ma estét látva, de jó kézben vannak az erzsébeti soroksári rendőrök. Bízom benne én is, hogy jó kézben vannak. Ennek egy ékes bizonyítéka, hogy most már a 26. zsarubált szervezzük, és ami még nagyobb bizonyíték, hogy a 29. sárkányölő Szentgyörgy-díj is sor kerül ebben az évben. Meg szeretném köszönni ebből az alkalomból a két önkormányzatnak, hogy kiemelten támogatja a mai bálunkat. Köszönöm a vállalkozóknak, ahogy a polgármester úr is megmondta, hogy minden formában segítik a bál sikerét, és köszönöm a rendőröknek ezt az aktív részvételt. Ilyen nagy létszámban még nem vettek részt rendőrök, rendészeti munkatársak. Az ön által vezetett alapítvány, mint ahogy említette, 20 éve gárdírozza a rendőröket, illetve a rendvédelmi szerveket. Irigylem önt, és mások is irigylik ezért a tevékenységért. Büszkén mondhatom, szóval nem azért, mert szembedítsérem magamat, hogy ez az egyetlen olyan magánalapítvány, tehát amit nem a közpénzből hoztak létre, hanem magánerőből jött létre, amely a 29. éve működik. Tehát idén 29. alkalommal adunk át Sárkányölő Szentgyörgy-díjat. Ennek ékes bizonyítéka, hogy nagyon jól sikerültek a különböző rendezvényeink az elmúlt években, és mindez megvan rögzítve a rendőrség falán, résztáblába vésve. Ez egyfajta megbecsülése is a rendőrségnek, hogy megrendeznek egy ilyen bált, tulajdonképpen a rendőrök részére, a rendőrök javára, és jól esik kiszakadni a hétköznapok mindennapi világából egy kicsit, egy kis ünneplésre, leülni a fehér asztal mellé, és nyugodtan elbeszélgetni nem szakmai, elsősorban nem szakmai dolgokról. Mondhatom, hogy ma este elmosódnak a rendfokozatok tiszt helyettes, zászlós tiszt és főtiszt között?
Hát ezt így nem tudom megerősíteni, hiszen azért szigorú hierarchiába élünk, és mindenhol meg kell adni a tisztelet az előjárónak, feljebb valónak. Tehát nem lehet olyan állapotba kerülni, hogy esetleg kellemetlenül érezze magát az alárendjeltével szemben bárki is. A rendőrnek a magánéletben is olyan idézőjelben példamutató magatartást kell tanúsítani, majdnem mint a szolgálatban. Köztudottan jó kapcsolata az erzsébeti soroksári rendőrségnek a 20-23. Kerület közterület felügyelőségében. Fontos, hogy együttműködjünk a rendőrséggel. Én ismerem a rendőrségnek a munkáját, mint közrendvédelem oldaláról, mint bűnügyi oldalról, hiszen az egyik területen 6 évig, a másik területen több mint 14 évig dolgoztam, illetve a közterület felügyeleti munkáját pedig irányítottam a Fővárosi Rendészeti Igazgatóságon, és ezeket a tapasztalatokat próbálom átadni kollégáknak, mint a rendőrségen, mint pedig a közterület felügyeletnél. Eddig hála Istennek eredményesen, és nagyon tudunk támaszkodni egymásra a kapitányság vezetőivel. Én nyilvánvaló, hogy azért is igénylem ezt a segítséget, hiszen közterület felügyelő azért nem rendőr, de bizonyos helyzetekben a közterületfelügyelőnek nagyobb törvényi felhatalmazásai vannak, mint a rendőrségnek. Ezáltal a két egységet össze tudjuk rakni, és hatékonyan tudunk egymással dolgozni. Köztudott, hogy mi civilek nem nagyon szeretjük a közterületfelügyeletet. Mind a két oldalról lehet-e ezen az állapoton javítani? Mindenképpen én, amikor átvettem az osztályt, illetve osztályvezetésében megbízott jegyzőasszony, illetve polgármester úr, akkor zászlós hajóra tűztem azt, hogy az állampolgárok ismerjék meg, mint a közterület felügyeletnek azon munkáját, mint pedig a rendőrségét, esetleg, ha kell rajtunk keresztül. Nyilvánvaló, hogy a rendőrség egy hosszú múltra visszatekintő szervezeti egység, de a közterület felügyelet nem. Ezért nagyon sokan nem is tudják, hogy mi a konkrétan a közterületfelügyelőknek és a közterületfelügyeletnek a munkája, és miről szól a közterületfelügyelet, és ezért az osztályom mindig nyitott. Nagyon sokan már megértették, amikor telefonon keresnek belőlük, jöjjenek be, jöjjenek hozzánk, érdeklődjenek, személyesen adják át a tapasztalatokat, kérésüket, bejelentésüket, és egyre több számmal érkeznek ezek a bejelentések. Mindenki szívesen látunk az osztályon, jöjjenek be, ismerjék meg a munkánkat, ezáltal meg fogják ismerni a közterületfelügyeletet is, és valószínű, hogy az a, nem azt mondom, hogy negatív kép, mert vannak olyan helyei már a kerületnek, ahol a kollégákat üdvözlik, szívesen találkoznak velük, szívesen beszélgetnek, mert olyan dolgokat, olyan problémákat sikerült megoldaniuk, ami annak az egyének problémája volt. Nyilvánvaló, hogy aki eljárás alá volt, vagy esetleg megbírságoltuk, úgy mondják, hogy megbüntetik, az nyilvánvaló, hogy azoknál nem vagyunk népszerűek, de igyekszünk azt a részét is megoldani. Hát akinek nem vagyunk népszerűek, és ő vért a törvények ellen, először talán magába nézzen, és utána vádaskodjon, de állunk elébe minden ilyen fajta intrikán. Két kedves vendéget láttunk itt Erzsébeten a Zsarubálon. Nekem úgy tűnik, hogy nem kötelességszerű ez a látogatás. Az arcokról leri, hogy jókedvűek, és ma talán nem is fognak szakmázni. Valóban köszönjük a meghívást kapitányasszonynak, és legfőképp a erzsébeti lakosoknak, a közösségnek, és úgy gondolom, hogy az, amit mi együtt teszünk, hiszen ez a bál a Zsarubálként vonul be a történelembe, mi közösen szomszédok, majdnem szomszédok próbálunk segíteni egymásnak, erről szól. Valóban ez egy olyan nap, amit a hétköznapokból kilépve kicsit baráti módon tudunk együtt tölteni. Fontos az, hogy ne csak a hétköznapi munka során találkozunk azokkal a kollégákkal, akik váltva együtt végzik a munkájukat, hanem egy ilyen kötetlen formában is legyen lehetőség a kapcsolatra, a megismerkedésre. Azt azért tudni kell, hogy egymásnak rengeteg esetben ad segítséget a szomszédos kerület, akár az erzsébeti kollégák a kispestiek kisegítésére, vagy akár Kispest az erzsébeti kollégák megsegítésére minden alkalommal nagyon tetrekkészen, szolgálatkészen végzik a munkájukat.
Ez egy olyan háromszög, ami jól együtt működik, jól össze tudjuk hangolni a feladatainkat, meg tudjuk oldani azokat a problémákat, amelyek a kerületben esetleg átfedéssel jelentkeznek. Csak egy példát tudok mondani, amikor a Hős utcában ugye megkezdték a kábítószereseknek a felderítését, azoknak jelentős, hogy egy része például Kispesten is megjelent, hiszen a Hős utcából kiszorították, új helyet kerestek, megjelentek a kökén. És hát megkaptuk azokat az információkat, amelyek a kőbányai kollégák birtokában volt, és sikeresen tudtunk velük szemben és ott föllépni, és meg tudtuk szüntetni azt a helyzetet, ami kezdett kialakulni. Együtt sírunk, együtt nevetünk. Ez erről szól. Kint az utcán néha könnyeket ejtünk, néha mosolygunk. Itt most a könnyek talán el fognak maradni, és marad a mosoly, hiszen ki kell szabadulni, ki kell engedni egy kicsit az embernek magát, fel kell szabadulni, kicsit távozni kell a hétköznapoktól, és egymást válvetve a táncparketten is együtt kell lennünk. Az arcokon tükröződik az a feszélytelenség, amely tényleg jellemző kell, hogy legyen egy zsarubára. Nekünk is kell néha lazítani, és ez egy remek alkalom rá, hogy a kerület vállalkozóival, polgármester úrral, alpolgármesterekkel és mindenféle kerületi emberrel találkozunk, egy kicsit lazítunk, táncolunk, zenét hallgatunk. Ez mindenképpen a hétköznapok nehéz munkáját fellazítja. Az állomány ilyenkor tud annyira oldódni, hogy a következő dolgos hétköznapokon a munkáját úgy tudja végezni, hogy az maradéktalan legyen. Hát az állomány egy része az most is dolgozik. Az sajnos nem tud részt venni itt a zsarubálon. Aki pihenőnapját tölti, vagy szabad idejét, az pedig itt van. Ők tudnak lazítani. De igazából, hogy a teljes állomány lazuljon, olyan soha nincs. Hiszen mindig vannak, akik szolgálatban vannak. És most jelennek, vigyáznak ránk az utcákon. Társszervek vezetőit láttam. Ők is kifejezetten jókedvűen nyilatkoztak erről a ma estéről. Igen, meghívtam egy pár környező kerületnek a kapitányát erre a rendezvényünkre, akikkel a hétköznapokban is szoros kapcsolatban vagyunk, hiszen a kerületeink összeérnek, és így együtt végezzük a munkánkat. Üzenne valamit az állománynak a televízión keresztül? Igen, meg szeretném köszönni nekik az elmúlt évet. Igen, feszített és nehéz munkánk volt, de hát ez az év sem lesz szerintem különb. És megköszönöm nekik, hogy jó eredményeket értünk el, hiszen ők voltak azok, akik ezekhez az eredményekhez hozzásegítették a kapitányságot, és nagyon szép eredményekkel tudtuk zárni a 2018-as évet.